Sziasztok, szép napot! Egy kicsit eltérek attól az ütemtervtől egyébként, amit az egy előző videóban ugye bemutattam nektek, hiszen ez a gép abszolút nem szerepelt azok között a gépek között, amik így kupacba voltak halmozva, viszont Moszi barátom, hogy megkímélje magát ugye a csomagbontás fáradtságos műveletétől, úgy gondolta, hogy ezt a gépet felajánlja nekem így megbontani, illetve nektek bemutatni. Tulajdonképpen ez egy elektromos láncfűrész. És a videó elején gyorsan kiemelem egyébként, hogy mint láncfűrész, ugye nagyban eltér ugye a benzinmotoros láncfűrészektől, egy ugye a meghajtás miatt, a másik pedig az, hogy a várható teljesítménye, illetve a várható élettartama egy normálisan elkészített benzines láncfűrészhez képest ugye kisebb lesz. Ezt mondom úgy, hogy egyébként egy hasonló kategóriájú Einhell láncfűrészem van, ami 15 éve megvan és még hibátlanul működik. De hogy mondjak nektek néhány dolgot, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez a 15 éves láncfűrész még a mai napig működjön, egy az, hogy sokat áll a polcon. A másik az, hogyha az erdészet meghozza a fát, akkor a 40 centis rönköket nem egy ilyen elektromos láncfűrésszel próbálom meg felszeletelni, hiszen inkább arra alkalmasabb sokkal a benzinmotoros láncfűrészem. Ezt a gépet sokkal inkább ajánlom olyan munkáknak az elvégzésére, ahol ugye nem túl előnyös a benzines láncfűrésznek a használata, például zárt térben, műhelyen belül padlók, deszkák hosszméretének ugye a levágására. Nem feltétlenül mondom azt, hogy nem lehet vele téli tüzelőt összevágni, csak nem egyszerre azt a kocsifát. Szóval ledarabolsz néhány métert, utána elmész fröccsözni a haverokkal, és holnap ugyanúgy nekiállsz majd egy-két méternek. Hiszen ugye a benzines láncfűrészekhez képest ugye a kialakítása is eltér abból a szempontból, hogy itt sokkal nagyobb lehetősége adódik ugye a gyártóknak ugye a beltartalomnál ugye a fémes alkatrészek kiváltására műanyag alkatrészekkel. És általánosságban mondom, soha nem bontottam még meg ilyen elektromos láncfűrészt, vagy legalábbis ezt a Parkside láncfűrészt, úgyhogy a beltartamáról nem tudok túl sokat elmondani, viszont ugye az ár, ami ugye 19.999, jelenleg a Lidl-ben, ugye a dátum az fent van az újságnak a jobb felső sarkában, ugye az nagyjából valamit sejtett. Egyébként ez barkásgép kategória, tehát folyamatos üzemeltetésre egyáltalán nem alkalmas. Közben még a videónak a végére tartogatok néhány olyan jó tanácsot, amit érdemes megszívlelni, legalábbis addig, amíg tart ez a gyári garancia. És akkor jöjjön az a munka, ugye, amit Moszi barátomtól átvállaltam. Viszont még mielőtt lemarcangolom ezt a dobozt a gépről, azért nézzük meg, hogy a Lidl úgy alakította ki ezt a dobozt, hogy gyakorlatilag ilyen háromdimenziós fényképekkel meg lehet nézni, hogy mi várja az embert a doboz megbontása után. És ugye a doboz alján helyezkedik el egy magyar leírás, ahol ugye kiemeltek néhány olyan tulajdonságot, ami ugye a gép szempontjából fontos. Ugye a doboztus két oldalt golyós csapágyazott, nagy teljesítményű motor, magas fűrész teljesítménnyel, aztán ugye a lágyindítás, ami egyébként szerintem egy nagyon hasznos dolog, aztán ugye kiemelik az Oregon vezetőlemezt golyós csapágyas csillagkerékkel, ugye az Oregon
cég, mint vezetőlánc gyártó, illetve lánc gyártó egy egész jó minőségű gyártónak számít. Ugye nem tudom, hogy a Lidl gépeinél mennyire más ugye ez a minőség. Az, hogy a kétkezes biztonsági kapcsoló lánc megállító rendszerrel az teljesen alapnak kell lennie egyébként a láncfűrészeken. Automatikus láncolajzó rendszer ez megint egy teljesen alap dolog, amit ki lehet emelni, mert nem minden egyik gépnél megoldott, ugye az olajszint ablak és rögzített olajtartály tető. Hát inkább itt az olajszint ablakot emelném ki. Aztán a lánc gyors feszítés szerszám nélkül, ez ugye nemrég lett bevezetve kisebb teljesítményű gépeknél, ez egy hasznos dolog, mert szerszám nélkül tudod állítani a láncfeszességet, illetve cserélni ugye a vezetőlemezt, láncot. Stabil fém röngtámasz, aztán beépített kábel tehermentesítő. Ugye tartozékként egy láncvédőt, illetve egy palack környezetbarát láncolajat mellékeltek ugye a géphez. Engem egyébként ezzel a környezetbarát láncolajjal már is meggyőztek. Na, nyilván nem arról, hogy a teljes gép ez egy tökéletes gép, viszont legalább a Lidl a környezetvédelemre ad. Elfelejtettem megkérdezni Moszi barátomat, hogy szeretné viszont látni ezt a dobozt. Viszont ugye, amikor a műhelyében láttam, a már használatba vett gépeinek a doboza is szépen fel voltak halmozva, rendszerezve ugye a polcra. Nem úgy fogom széttépni, mint karácsonykor, Moszikám, úgyhogy a dobozt is visszakapod. És ugye a csomagolásunk tartalmaz egy leírást, ami megtalálható magyar nyelven is. Itt van az említett bio lánckenőolaj, nem egészen 2 deci. Na és itt van ugye a gépünk teljes életnagyságában. Ugye van egy ilyen vezető lemezvédőnk, amit ugye eltávolítok, és ez sokkal kevésbé a láncot, illetve a vezető lemezt védi, inkább minket véd ugye attól, hogy tárolás-szállítás közben nehogy valami sérülést okozzunk ezzel a lánccal. Itt található egy rövid leírás ugye erről a láncfékről, ami gyakorlatilag ugye kézzel is behúzható, illetve elméletileg ugye a gép működése közben a visszacsapódás megelőzése miatt automatikusan ugye bekapcsolódik. Ez lenne a gépnek az adattáblája, ugye gyártóként a Grizzly Tools van megemlítve. Hát ez a fogantyú, ez egy teljesen műanyag fogantyú. Én nem érzek rajt semmi gumírozást, és szerintem ilyen rezgésvédelemmel sincs ellátva. Ellentétben ugye a hátsó markolattal, ami ugye gumírozott a gombunk is, de itt van az olajtartálynak ugye az ablaka, itt lehet ellenőrizni az olajszintet. Az olajsapka egy elég klasszikus megoldással van ugye a tartályon elhelyezve. Elég könnyű meghúzni ezt az olajsapkát, amit megjegyzek, hogy nagyon agyontépni nem szükséges, éppen elég annyira, hogy a gumitömítés ugye lezárja az olajnak az útját. Aztán itt van egy ilyen kis bütyök, ugye, amiben a hosszabbító kábelt lehet belefűzni, meg lehet akasztani, és azáltal ugye a rövid villás dugó nem fog kicsúszni ugye az aljzatból.
Egyébként, hogyha ellenezni szeretném a gépet, ugye az első fogantyúnak a kialakítása miatt egy ilyen olcsó kategóriába sorolnám bele. A markolatnak a hátsó gumírozott kialakítása az viszont már egy elég jó közép kategóriába emelhetné ezt a fűrészt. És ugye ami rontja még az összképet, a műanyag háznak ugye az illesztési hézagjai, ugye a gumírozásnak az illesztési hézagjai. És igazából én, aminek nem lennék nagyon a barátja, az ugye ez az első fogantyú. Ennek a kialakítása, ez hogy mondjam, sokkal jobban ki lehetett volna alakítani a fogantyút, nem a fogására, hanem az érzetre gondolok. Közben ugye én átolvastam ezt a leírást, illetve a használati utasítást, amivel egyébként több pontban nem értek egyet. Igazából a felhasználási terület. Használati utasítás, illetve leírás megemlíti ugye a fának a kivágását, gajazását. Hát nem azt állítom, hogy ezekkel a gépekkel, az elektromos láncfűrészekkel nem lehet megoldani egy fának a kivágását. Inkább azt, hogy a vezetékes jellege miatt egyáltalán nem célszerű nekiállni egy ilyen fa kidöntésének, ágazásának, és itt abszolút gyakorlati szempontokat veszek figyelembe, hiszen ugye az elektromos kábeles kialakítás fokozottan emeli annak a rizikóját, hogy elakadás miatt, a kábel elakadása miatt valamilyen balesetet szenved vele az ember, illetve az abszolút nem célszerű egy ilyen géppel nekiállni a fa kivágásának. Sokkal inkább tényleg alkalmasabb ilyen fűrészárú ledarabolásnak, vagy esetleg ilyen kisebb rönkök, tűzifának való ledarabolásának, az is inkább ilyen korlátozott, úgymond óraszámban, vagy korlátozott ideig. És a leírást elolvasva nagyon egyszerűen van megoldva ez a láncfeszítés. Ugye a rögzítő csavar nyitott lakat irányba való, ugye órajárásával ellentétes irányba való mozgatásával lehet oldani ugye a rögzítést, és a mínusz, illetve a plusz irányba való tekeréssel lehet feszíteni, illetve lazítani ugye a láncot a vezető lemezen. És nézzünk egy láncfeszítést, ugye szándékosan meglazítottam, a pozitív irányba, hogyha eltekerem, akkor elméletileg, ha jól emlékszem, ugye a fakitermelői tanfolyamról, ami még megmaradt bennem, hogy a láncfeszesség ellenőrzésénél ugye a fontos szempont az, hogy igazából ne legyen teljesen feszes ugye a lánc, hanem egy picit el lehessen emelni a vezető lemeztől. Most a pontos méreteket nem nagyon merem mondani milliméterben, én ilyen 1 cm körülre emlékszem, de gyakorlati szempontból inkább az, hogy a vezető lemezből ne lehessen kiemelni ezt a láncszemet, ugye aminek az alján ugye az a vezető tüske található. És a másik nagy kérdés, hogy amikor meg van feszítve, ugye az az eredetileg beállított láncfeszesség marad-e. Én úgy látom, hogy itt nem maradt. A más gépeken, ahol kulcssal kell meghúzni, ott is változik egy picit. Lényeg az, hogy ez egy ilyen türelemjáték, illetve munka közben ez a lánc az úgy is fel fog lazulni. Most az ára különösebben nem térek ki, de nyilvánvaló az árazása alapján ez egy olcsó gépnek számít, elképzelhető, hogy van nála olcsóbb a piacon pár ezer forinttal, ugye viszont itt a Lidl-nél a 3 év garancia az, ami egyébként egy ilyen biztonságérzetet ad az embernek, hogy érdemes erre a gépre beruházni. Azt, hogy mikor fogok róla tudni forgatni egy tesztet, vagy egy ilyen indítást, azt ugye a Moszi barátommal kell majd megbeszélnem. Az, hogy mennyire ajánlható kategória, igazából ugye az én esetemből kiindulva, hogy egy Einhell láncfűrész, elektromos láncfűrész is megérhet egy magánembernél 15 éves kort. Én úgy gondolom, hogy ha valaki vigyáz rá, illetve betartja azokat a
az utasításokat, amiket ugye a gyártó is javasol, akkor gyakorlatilag hosszú távon lehet használni egy ilyen fűrészt alkalmi munkákra. Ugye kiemelném, hogy ezeknél az elektromos láncfűrészeknél tényleg ami nagyon fontos, ugye a láncnak a folyamatos élessége, hiszen egy kopott lánccal, egy életlen lánccal sokkal jobban le vannak terhelve ugye a belső elemek, amik ugye jelen esetben ugye lehetnek akár műanyag fogaskerekek is. Nem állítom, hogy az, viszont lehet. Aztán ugye az olajat megemlítem, hogy nagyon sokan használják a láncfűrészeket, ugye fáradt olajjal, illetve egyéb olyan olajokkal, amik már ugye a rendeltetési helyükön nem állják meg ugye a helyüket. Amíg tart a garancia idő, addig én egyáltalán nem ajánlom ugye azoknak az olajoknak a használatát, amik ugye nem láncfűrészekhez, lánckenő olajnak lettek ugye kitalálva. Az olajozási rendszer, az olaj szivattyú is sérülhet bizonyos olyan olajoktól, ami nem egy láncfűrészbe való olaj. Aztán ugye ezt az olajos témát mindenki maga dönti el, egyébként ugye a környezet tudatosabbaknak ugye tényleg ajánlom, hogy ilyen bio olajokat, illetve ilyen rövid úton lebomló olajokat használjanak ugye a láncfűrésznek az olajkenésének a használatára. Moszi barátomtól elnézést kérek előre is. Ugye beüzemelésről nem volt szó, de ugye gyakorlatilag egy elektromos láncfűrésznek a beüzemelése nem tart többnél, mint hogy ugye a láncfeszesség beállítása, hogy meglegyen, amit úgy nagyjából meg is oldottunk. És ugye kell egyszer a lánckenő olajnak ugye a betöltése. Ne haragudj, moszikám, tudom, hogy ez olyan, mint az autónál ugye az első élménye, de gyakorlatilag meg kell néznem ennek a láncfűrésznek a hangját, hiszen kivontás után mondtam róla pozitívat, negatívat, de én megmondom őszintén a hangjára és erre az automatikus láncfékre, meg lágyindításra, meg a gyors leállításra vagyok kíváncsi, hiszen ezek a tulajdonságok, amikkel ki lehet emelni ugye ezt a gépet. És mindenféle előkészület nélkül talán nem leszek tiszta olaj, de nézzük. És a láncféket tökéletesen megmutattam, hogyha a láncfék stop állapotban van, akkor nem lehet működtetni a gépet. Ez is megvolt. Na, amit egyszer biztos, a láncféket, hogyha működtetjük, akkor nem indul el a fűrészünk. Nem csak a motor nem indul, vagy nem csak a lánc nem indul el, hanem nem indul el a motor sem. Aztán, amint láthattátok, hogy ahogy el van indítva, most nagyon nem akarok zajozni itthon egyéb okok miatt, de a lényeg az, hogy nem egyszerre indítja el ugye a láncot, hanem szépen fokozatosan kezdi el hajtani, illetve amikor már nem működtetem a kapcsolót, akkor ugye a láncot azonnal leállítja, viszont a motor még forog. Hogy vannak előnyei egyébként ennek a gépnek, viszont tényleg ahhoz, hogy valaki elégedett legyen vele, mindenképpen ajánlhatós azokat a dolgokat betartani, ugye, amit az elején meg közben is elmondtam. Aztán ugye mindenki maga tudja, hogy hogy szeretné használni a saját fűrészét, de szerintem ajánlott azokat a dolgokat betartani, amiket én úgy hasznosnak gondoltam ebben a videóban. Na szóval ez a csomagbontásos videó, ez ennyi lenne. Lehet, hogy lesz alkalmam majd egy teszt videóban kipróbálni ezt a láncfűrészt, majd Moszi barátommal fogok egyeztetni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és találkozunk majd egy másik videóban. Sziasztok!